Sziasztok, itt vagyok Németországban, és egy újabb, rövidebb útra elviszlek magammal benneteket. Lüneburgtól megyünk át az A7-es autópályára, majd onnan mennünk kell le Ausztriába, és ezt az utat mindenképp úgy döntöttem, hogy megmutatom nektek. Vlogra alkalmas, avagy érett ez az út, én ide beálltam kávézni egyet. Szélvédőt letakarítottam, hogy jól lássatok, adunk neki egy power módot. Nem nagyon szoktam rugatni egyébként a kamionnak, mert a fogyasztásra oda kell figyelni, na de erről majd később. Gyűjtöm még a tapasztalatokat, szerintem ez lesz az egyik legfontosabb tényező, amiről fogok nektek beszélni, hogy hogyan fogyaszt. Na de inkább most csendben maradok. Húzassuk meg, rugassuk meg neki, 6 tonna van rajtunk. Ez lett volna egy gyorsulás itt Németországban, és nézzétek, ez az út végig ilyen. Mondhatni, hogy tranzit útvonal, hogyha az A7-es autópályáról Hamburg érintése nélkül szeretnél eljutni Lüneburgba, akkor értelemszerűen erre fogsz jönni. Vannak ilyen beugró, megálló lehetőségek. Itt már északon találkozol ugye örömlányokkal, azt onnan tudod, hogy egy lakókocsi van leparkolva, ezt később meg is fogjátok látni, és egy szívecske van rajta. Ezek a lányok is egyébként megtalálhatóak az interneten, hogy egy ilyen témáról is legyen azért szó. Valahol sok embernek, ugye ez hozzá tartozik a magyar srác, a kamionozáshoz. Én kerülöm a témát, tudnék benne nyilatkozni, viszont a feleségemmel ugye ezt megbeszéltük, hogy bármiről beszélhetek a múltamat illetően, viszont a lányokat azt, hát azt nem kész, őt ez igazából tudja a múltam, de ne beszéljek róla. Én amikor őt megismertem, én elhatároztam, illetve úgy is éltem már az életem, hogy mindig őszinte leszek, legyen az bármennyire kellemetlen a múltam, a jelenem, azt el fogom mondani, nem csak neki, hanem másoknak is, azért, mert aki titkokkal a háta mögött él, abba bele lehet kötni. Én úgy voltam vele, hogy felvállalom, nincs ebbe semmi rossz, én úgy gondolom, hogy az ember honnan indult, vagy hova jutott, remélhetőleg megvan ez az út, nem pedig az, hogy fentről lefelé tartunk, és akkor már valamelyest szégyenérzet nélkül mesélt arról, hogy igen, én egy tróger sofőr voltam, de ha nem mondod el, akkor hozzá lehet ugye tenni azoknak az embereknek, akik beléd akarnak kötni, hátba akarnak támadni, ugye, hogy arról beszélek, nem beszélsz, de, hogy milyen ember voltál, meg tudod, amikor azt csináltad, és azt tudom mondani, hogy dehogy nem. Nézd csak, itt van ebben a videóban, látod? Csak 150 ezer ember látta. Az, ha mindenkinek, mindegyik elmondta egy darab embernek, akkor már is mondjuk 300 ezer ember tudott róla, és látod? Nem titkolom. Miért titkolnám? Nem csak a jót kell elmondani, a rosszat is. Úgyhogy, tehát a lányokat viszont csak azért nem mondom, mert az nem a rossz része, hát fiatal az ember, független, azt csinál, amit akar, kiéli az életét, hát ezért van a fiatalság egy részről, de így közös megegyezés alapján ez így sikerült, hogy nem beszélünk ugye erről. A mai téma viszont nem ez lenne, hanem ugye egy ilyen rövidebb vlog. Első kérdésetekre a válasz, miért nem mutatod be, vagy mikor mutatod már be a V8-as kamiont? Kérlek szépen, egyszerű az oka, hogy nem mutattam be, tél van, ebben visszaveszünk, mert itt búgni fog. Bár tudom, hogy szeretitek, hogyha duruzsol, de figyeld, mi változik? Hopp, el is váltott, látod, az Eco Mode, és rögtön lement ilyen 900-as fordulatra az 1100-ról. Tehát az a helyzet, hogy rossz idő van, szeles az idő, esik, és ahhoz, hogy én ezt be tudjam nektek mutatni, ki kell nyitni az ajtókat, külső felvétel, drónos felvétel, ki kell pakolni mondjuk a hűtőtől kezdve ládákat, hogy lásd, hogy milyen. Bemutattam már a régit, ugyanaz a fülke, egy pár ilyen, mint ugye ez a napellenző változott, vagy az első szintező, de ezeket, hogy bemutasd,
ehhez jó időnek kell lennie. A másik, amin én gondolkoztam, és ugye a videózásnak pont ez a lényege számomra, hogy kreatív legyél. Ha megnézed az autós oldalakat, legyen az vezes.hu, legyen az Totalcar, Speedzone, mit tudom én, kik vannak, én nem nagyon érdekel engem egyébként az autós téma, de látom azért, hogy kik vannak. Érdekességképp mondom nektek, hogy ez a kamionos csatorna autós kategóriában nagyon-nagyon sokáig a vezetőhelyen volt Magyarországon. Persze most már nagyobb oldalak, ugye, mivel ők ebből élnek, mint a Totalcar, nem olyan régen előzött le, sőt egyébként szinte ugyanannyian feliratkozunk, csak hát ők ebből élnek, tehát ők nyomatják az anyagot. Ez csak úgy érdekességképp. Tehát az elmúlt 5 évig én vezettem Magyarországon az autós kategóriát. Tehát, ha megnézed, sablon, megáll az ember az autó előtt, bemutatja, itt nyílik, ott záródik, ez az újdonság, ezt tervezte, azt tervezte, és egy kaptafa az egész, semmi újdonság nincs benne, maximum maga az autó, az egyik ilyen, a másik olyan, de igazából az egyiket láttad a másikat, ezt mondták egykor Charlie Sheen, ugye a két pasi meg egy kicsi filmjére, láttad az elsőt, láttad az utolsót is, valamilyen szinten igaz, valóban így is volt. És én azon gondolkoztam, attól vagy igazából jó videós, hogyha mersz nyitni, mersz újat vállalni. Ez persze több munka, több pénz, több idő, de valóban alkothatsz egy olyat, amire azt mondják, hogy ilyet? Hát ilyen van a YouTube-on? Na látod, én ezt szeretném elérni. Megvan egy bizonyos forgatókönyv a fejemben, hogy hogyan lehet ezt bemutatni, de ez olyan szintű munka befektetéssel, időbefektetéssel jár, hogy ez nem így működik. Megírod, meg kiagyalod a forgatókönyvet. Tehát egy ilyen videó, nem egy ilyen vlogról beszélek, hogy összerakod itt a hangcuccot, ugye van két kamera, van két hang, ugye, hogyha ebbe beszélek, ez sokkal ilyen rádiósabb hatást tud elérni, így lenne az igazán jó vlogolni. Na de hát, mivel egy kamionban vagyunk, nem egy stúdióban, ez nem egészen így működik. Tehát ez, kigondoltam, hogy miről szeretnék beszélni, közben adott a táj, hátradőlsz, feeling, akarod, hallgatod, nem akarod, akkor lehalkítod a hangomat, és nyitsz mellé egy sört, és nézel ezt a csodaszép tájat. Viszont a legtöbb kamionos videónál ez úgy néz ki, hogy fogom és kiagyalok egy forgatókönyvet. Mondok egy egyszerű példát. Itt van ez az út. Fel lehet venni így, hogy végigmentél. Ez volt a legegyszerűbb. Kamera bekapcs, arcomat kikapcsolom, dobok alá egy zenét, feltöltöm a YouTube-ra, nesze neked, ögyé, nézzed. Egy darabig biztos, hogy néznéd, biztos, hogy egy ilyen feliratkozó tábor mellett egy 20-30 vagy akár 50 ezer ember ezeket meg is nézni. Még az lehet, hogy 2 másodpercet nézne belőle, hogy ja, jó, szép volt, köszi, na, ú, nagyon jó videó volt, mikor jön a következő. Igen. Van az a kategória viszont, amikor elgondolkozol azon, hogyan lehet ezt felvenni másképp, amit több percig élveznél. Elmondom neked, mit lehet benne változtatni. Hát például azon a BMW-n lenne egy plusz kamera, ugye? Igen, ez nem fog összejönni. Lehetne az, hogy előre megyek, ugye volt régen ilyen, kiteszem a kamerát, és ahogy a fák mögül veszed, a bokrok mögül veszed, ahogy elment a kamion, és azt mondod, hogy ezt hogy csináltad? Hát ember, megálltam az egyik parkolóban, visszasétáltam, ugye? Vagy előre sétáltam, kitettem a kamerát, tudtam, hogy lesz egy parkoló, megálltam, visszamentem a kamerája, valószínűleg nem fogja senki innen ellopni, és felvettem neked. Ez volt másfél óra, az a pár másodperc. De adtál valamit. A végén, amikor végignézed ezeket a képsorokat, azt mondod, hogy ember, de jó vagy! Na ez. Így lehet felvenni másképp. A végül ugyanaz. Kamion megy itt, kamion megy ott, kamion megy felülről, hátulról, a mókusok közül, teljesen mindegy. De élvezettel tölte, hogy te ezt látod. Ugye? Na hát ez a kreativitás. A végeredmény végül is helye közel ugyanaz lesz. Kamionos videó, jobbról, balról, előről, hátulról. A következő jövő héten megyek Norvégiába. Kamionos Norvégiában, hogy mit keresek én Norvégiában, mit fogok Norvégiában keresni, erről a jövő héten, remélhetőleg hétvégére összeáll a videó. Szeretném már nektek menet közben vágni, tehát miközben én megyek Norvégiába, az esti programom az egyéb programok mellett, nekem az lesz, hogy már aktuálisan vágom is nektek a videót, és akkor szombaton izibe, frissibe, forrón, gőzölögve adom ki nektek. A következő témák kicsit másabbak lesztek, mint az eddigi megszokottak, mert volt az életemben jó pár történés, amit
szeretnék elmondani nektek, szeretném, hogy tanuljatok esetleges hibámból, vagy a tapasztalataimat átadni. Ilyen például, hogy vettem egy 120 éves ázat. Jó hallottad? 120 éves. Tehát 120 éves kéglit vettem, vásároltunk a feleségemmel, ennek zajlott a felújítása, estem bele én, személy szerint, hibákba több százezer forintot veszítettünk emiatt, rengeteg időt veszítettünk, és úgy gondolom, hogy igenis vállalni fogom azt, hogy mit, miért tettünk úgy, ahogy. Mivel egy vályogházról van szó értelemszerűen, így, hát mondjuk nem értelemszerűen, mert nem csak a vályogból építkeztek régen, de egy olyan misztikus világot alkotnak az emberek e köré, a vályok köré, amit nagyanyám meg nagyapám a két kezével kiment, összeszedte ugye a anyaghoz valót, vetették a vályok téglát, ez én nem értek, összerakták, kimeszelték, és mai napig áll a nagyanyámnak a háza. Mások erre óriási bizniszt, fizikát Newtontól kezdve mindenkit bevonnak, megmagyarázzák, körbe magyarázzák, és elveszel az információ áradatban. 10 embert megkérdezel, 10 embert más fog mondani. Na itt vannak a bizonyos lányok, vagy lány. Hát igen, tehát itt most leparkolsz, nem tudom, és zajlik benne az élet. Bekopogsz, gondolom, és kinyitja valaki. Nekem ez nem férne bele a lelki világom. Olyan, higiénia, stb. Ez nem, ez így nem egyébként. Tehát így egy lányhoz így, hát biztos van rá kereslet, ha itt állnak, hát gondolom nem poénból áll így. Na tehát visszatérve a vályokhoz. Ahány emberre beszéltem, annyi variáció, körbe magyarázva, jobbról, balról, hátulról, és fogod a fejed, hogy vajon nagyanyám, szerintem az a kamera megtelt, vajon nagyanyám erre mit mondana? Nem tudom. Azt mondták nekem egyébként, az az igazi, amikor bemész a kocsmába, és ott elbeszélgetsz Jani bácsival, Jóska bácsival, és meghallgatod az ő véleményét. Na mindegy, én pedig el fogom mondani az én tapasztalataimat, honnan, hova jutottunk. Ilyen 10 perces videók lesznek, meglátjuk. Az egész házunkat nem fogom megmutatni, de egy részét igen, hiszen ott épült ugye a vlogszoba, ott lesz az ST22 trans irodája is, ezeket mind-mind folyamatosan meg fogjátok mutatni, hogy mikor lesz ez, figyelj, még ott vannak a festők, még nincs ugye berendezve, tehát még idő, de el tudjuk kezdeni a videót, és akkor szerintem olyan májusra, mit tudom én, havonta, két havonta lesz belőle egy rész, tehát nem lesz szerintem ilyen rövid, mondjuk havonta adok ki egyet, jó? Csak olyan 10 percekben. Másik ugye a kamionról egy pár szó, hogy vagyok megelégedve a V8-al. Furcsa, mert tudjátok, tavaly én, amikor még az ember megkapja az első ilyen, hát a második új kamion az életemben, még úgy örül, mint majom a izének, hogy hú, kamion. Ettől a második évben egy picit túltekintesz, és elkezd el figyelni, igenis, jó esetben, a gazdaságosságra, és az érdekel a legjobban. És az üzemanyagfogyasztás az magasabb. Tehát az én szememnek most egy kicsit úgy szurkáló, hogy várjál már. És ezért is megyek sokszor ekomódban. Tehát a kezdeti 90-ről, megindultam ezzel is 90-nel, ebből szépen visszavettem 85 gurítom, ekózom. Igyekszem gazdaságosabb lenni, mert többet tud fogyasztani. Kérdeztem is, állítok azért 50-60 ezer kilométernél kopik ez be, de az is lehet, hogy 100-nál. Tehát majdnem, mire én leadom, addigra fog bekopni, magyarán én bekoptatom a másiknak, és az pedig pluszköltséggel jár. Ez legyen hátránya az új autónak. Erről is lehet mondani, mindennek van valami hátránya, az új autónak ez. A 450-est azért, hát most szívem szerint, ha csak a fogyasztást nézzük, akkor visszasírom. De figyelj, itt van például, jön egy kereszteződés, már gurulunk. És még így is fékeznünk kell, mert 68, és már látom, hogy ez nem fog beleférni. A fékek kimélése megint csak egy fontos, bár én úgy gondolom, hogy nem fogom megvásárolni. Ennek az az egyszerű oka, hogy belegondoltam abból, hogy várjál, megveszem, igen, és mondjuk 2021 május, megint jön a jó idő, vajon mit fogok csinálni? Mi dolgozni fogok egész nyáron? Hát én nem akarok dolgozni egész nyáron. Most nyáron muszáj leszek. Csapassad, Laca, mert jön.
az MAN. Kipördülünk elé. Ó, mindjárt vagyunk a pályán. A francba. Bundesnak is régen. Mondta azt ember szerintem, hogy itt a vége. Hát igen, mert szép. Szóval... mit fogok csinálni? Hogy nem fogok dolgozni? Ki fog addig rájulni? Én úgy vagyok vele, hogy nem szívesen ültetnék rá valakit. Bár Feri, ugye a mozdonyvezető, srác, azt mondta, hogy rájulna. Tehát ő szívesen eljönne, hiszen ő vállalkozó volt egykor. Benne úgy gondolom megbíznék, korrekt srác, szerintem ha elkövetne valamit, akkor én úgy gondolom meg tudnánk egyezni, figyelj, valahogy. Ez a elkövetek valamit. Nem nevezném meg az úriembert, még cégről van szó, erről a bérautózásról, vagy az, hogy kihozok egy Scaniát. Egy apró információ, 2 autó, 2 kamion, 1 éves futás idő után vissza lett adva a Scaniának. Nem ilyen, ettől sokkal alapabb. Szerinted mennyit kellett fizetni az embernek a sofőrjei után? Szerintem most meg is azt mondaná, hogy a trehány sofőrjei után. Szerinted mennyi pénzt kellett fizetni? Mit mondanál rá? Miért fizetni kell? Micsoda? Dohányzol a kamionban 200 000 forint. 2 kamionnal az már 400. Akkor felteszem újra a kérdést. Szerinted mennyit kellett fizetni az embernek? 3,5 millió forintot. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez a törpök élete, tudod, játék és mese. Tudod, bele lehet csavarni, de sok mindent, meg össze lehet karcolni, meg össze lehet trágárkodni. Egyetlen év alatt a 2 kamionban ekkora, ennyi kárt tettek a tökéletes sofőrök. Hát ez van, ugye? Hát jó, oldalszoknyát összetörték, lépcsőt leszaggatták, hát vannak ilyen sportok. Figyelj, mindenki hibázhat, tehát 3,5 millió. Jó? Úgyhogy erről a szkániázásról, meg a bérautózásról erre készülje fel, hogy a szerződés ott van benne, hogy az időtartamnak megfelelő kopás az, ami belefér, abban nem fér bele az, hogy össze van törve, vagy le van zúzva. Tegnap megtelt a memóriakártya, így nem tudtam nektek elmondani a videó végén, hogy milyen terveim vannak a 2020-as évre tekintve. Természetesen folytatódnak a vlog videók, illetve a kamionos egynapja videók. Ezekhez türelmet kérek, hisz anyagot szerezni, tartalommal megtölteni egy ilyen 1 órás videót nem is olyan egyszerű. Tehát ez egy türelemjáték, ki kell fogni azt az egy napot, amiben vannak érdekességek. Nem csak A-ból B-be megyünk, hanem van egy izgalmas, érdekes gyűjtőáruzás, amit fel tudok nektek venni, és meg tudom nektek tölteni tartalommal. Szóval legyetek türelemmel, ez nem egy lóverseny, ugye, ahogy szokták mondani. Folytatódik a cégbemutató sorozatom, amit tavaly a Lertonnal szerettem volna zárni, viszont időhiányban szenvedtem, a ház körüli munkák elvitték minden egyes időmet, így ez idényre maradt, remélem, hogy március-április környékén adottak lesznek a feltételei annak, hogy elmenjünk a Lerton egyik alkalmazottjával, és bemutassuk az ő egy napját. Egy igen érdekes ember van kilátásban, akivel elmehetünk, úgyhogy remélhetőleg össze fog jönni. A másik ilyen, nem is cégbemutatás, ott inkább munkabemutatásról van szó, kaptam lehetőséget meghívás Svédországba, Dél-Svédországról van szó, és ott bemutatni egy gyűjtőáruzást. Egy ottani magyar srác dolgozik, és hogy az ő egy napja hogyan is néz ki, ennek lényegében minden feltétele adott volt, kivétel ez alól, hogy megint csak nem volt időm elmenni hozzá. Folytatnám a jármű bemutatásokat is, amit 2019-ben nem vittem túlzásba, mondjuk úgy nem túltam túl ezt a dolgot, úgyhogy idén erre is szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni. Legtöbb esetben egyébként az időhiány az oka, ezek videók nem létrejöttének. Ugyanis amikor kim vagyok 3 vagy 4 hétig, ugye úgy beszéltem a feleségemmel, hogy ott minden időt neki szentelek, így nagyon nehéz akár 1-2 napra is elutazni valahova és bemutatni egy-egy járművet, avagy abból ugye fel is kellene készülni, hogy némi értelmet tudjál elmondani egy-egy ilyen kamionról, vontatóról. Terveim között szerepel, nem új keletű az ötlet, egy Eurotruck Simulator gameplay összehozása, játszása az Eurotruck szimulátorral, ami remélhetőleg most már nyáron összejön, összeállnak azok a feltételek, amiket nem egészen olyan egyszerű összehozni. De mielőtt azt hinnéd, hogy le fogok ülni egy laptop elé és játszok az Eurotruck szimulátorral, azért úgy gondolom, ettől egy több, kicsivel többet nézel ki belőlem, hisz, ahogy szoktam mondani, mindig arról videózzál, amiből senki más előtted
Pontosan ez a kreativitás, a dolgoknak a kihívása, hogy tudjál valamit alkotni. Általában ez a nehezebben járható út, a könnyebben járható utat pedig meghagyjuk másoknak. Szóval remélhetőleg sikerül egy igen komoly gameplay videót is összehozni nyárára. Természetesen folytatom nektek a beígért betanító videókat, amiket ugye korábban 2014-15-ös években én elkészítettem nektek, de akkori rossz hangvétellel, rossz minőségben, nem eléggé összeszedetten, illetve ugye ezeket aktualizálni is kell, úgyhogy ezeket igyekszem 2020-ban folytatni, és ha jól emlékszem, 4 vagy 5 rész már elkészült belőle, szóval nekiesek és folytatom, továbbra is segítve a kezdő sofőrök munkáját, avagy munkakezdését. Természetesen nem maradnak el az életmód, vagy épp a főző videók. Idén a főző videókkal egy ilyen kezdő csomagot készítek, állítok nektek össze, hogy milyen beugró ételek vannak a kamionosok világában, melyek a legismertebb ételek. Ezzel fogunk folytatni a következő kamionos receptek, kamionos ételek videóval. Ha terveim vannak, ötlethiányban egyáltalán nem szenvedek, igyekszem mindig nektek valamin fejleszteni, nem csak minőségben, hanem tartalom szempontjából is. Így hamarosan bemutatásra kerül például egy olyan munkafolyamat, hogy egy paletta, egy raklap áru hogyan jut el A-ból B-be, hogyan szortírozzák, milyen háttér munkák zajlanak, amiről a kamionosok nem is tudnak. Legtöbb esetben nem tudnak. Szóval nyitok a világ felé, és picit színesíteni szeretném a csatornát, nem is picit, hanem nagyon. Szóval remélem, hogy idén is olyan tartalmat sikerül nektek feltölteni, ami vagy kikapcsol, vagy szórakoztat, vagy egyáltalán információval lát el, hisz a tartalmat mindig úgy igyekszem összeállítani, hogy 80% információ, 20% szórakozás. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy milyen volt a hang. Igyekeztem ebben is fejlődni. Véleményeteket mondjátok el a komment szekcióban, és ha van kezetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!